Il molerachamim shaychin vamraimim. A holokauszt áldozatainak szólt az ima hétfő délelőtt Nyírbátorban. Ehhez hasonló vagonokban szállítottak el több ezer embert Magyarországról lengyel és német munkatáborokba a II. Világháború idején. Innen Nyírbátorból 2000-nél is többet hangzott el a holokauszt vándor kiállítás megnyitóján. Forgácsi János 16 éves volt, amikor Gödöllőről 79 társával együtt Lengyelországba vitték. Az összesen 80 főből egyedül ő érkezett haza Magyarországra. A munkatáborokban folyamatosan terrorban tartották őket, élelemhez is alig jutottak. Én olyan éhes voltam, hogy a csajkából egy kanállal elvettem ebből a levesféléből, a számba vettem, és akkor fordult be a sarkon. Hát ez retteltes bűn volt, oda jöttél, elsősorban álltam, a kezemben a csajkával, oda jött, retteltesen leordított németül, majd láttam, hogy kigondolja a pisztolytársát, hogy agyölő. Hát ez egy akkora bűn. Majd lehuntam a szememet, teljesen mindegy volt, kilátástalan volt, hogy valaha megszabadulunk, teljesen mindegy volt, hogy hol döglünk meg, lehuntam a szemem, vártam, de nem lőtt nagyon, visszatette a pisztolyát, elvette a csajkát, és itt bal oldalon arcul vágott. Így menekültem még egy másodperc alatt, hogy most nem tudtam volna elmondani. Forgácsi János végül 1945. szeptember első hetében érkezett haza. Itthon nem tanulhatott egyetemen, így külföldön végzett villamosmérnökként, majd 39 éven át dolgozott Magyarországon. A most 88 éves férfi szerint fontos, hogy történetét minél többen megismerjék, és főleg a fiatalok tanuljanak belőle a hasonló tragédiák elkerüléséért. A megnyitón az Amerikai Egyesült Államok nagykövete is részt vett, aki beszédében kiemelte, a gyűlölet és az intolerancia mai napig él, ezeknek az érzelmeknek pedig a hasonló kiállítások és az oktatás az ellensége. Unfortunately, we see these things alive in today's world. Ezek a dolgok sajnos mai napig velünk vannak, a békés jövő nem garancia, ezért együtt kell azon dolgoznunk, hogy gyermekeink jövője ne legyen hasonló. That future for ourselves and our children. A tárlat egyik különlegessége, hogy egy hasonló marhavagonban rendezték, amelyben az embereket is szállították, így nem mindennapi módon ismerhetik meg a látogatók a történteket. A vándorkiállítás szeptember 17-ig szombatig látogatható a nyírbátori vasútállomáson.